Jó estét kívánok! Főzőtér, kutyafuttató és sok-sok zöld terület is várja majd a Palotavárosba érkezőket a jövőben. Erről lesz szó a mai esti mérlegben. A vendégem a stúdióban a terület önkormányzati képviselője, Viza Attila. Szeretettel köszöntöm és köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm, jó estét kívánok, üdvözlöm a tévénézőket! Palotaváros környéke, illetve a palotavárosi tavak környéke megszépül. Ez egy jelentős beruházás, ugye most már többször lehetett hallani a médiumokban, hogy nagyon-nagyon sok és szerteágazó lesz ez a fejlesztés. Picit menjünk vissza a kezdetekhez, mielőtt belemennénk a részletekbe, hogy mi minden fog itt történni. Miért volt erre szükség? Miért van arra szükség, hogy ott a tavak környéke megújuljon, és mi mindennel jár ez? Hát ha annyira vissza akarom menni a történetben, vagy a történelemben, akkor egészen onnan kell kezdeni, hogy 2010-ben, amikor én önkormányzati képviselő lettem, akkor polgármester úr felkért, hogy vizsgálja meg a körzetemben található lehetőségeket, és tegyünk javaslatot arra, hogy milyen igazából életminőségjavító fejlesztéseket tudnánk végrehajtani, hiszen mondhatjuk, hogy azért a városrész ilyen tekintetben van, mondjuk egy kicsit elmarad. Együtt a Palotaváros déllel közel, szerintem meghaladjuk a 20 ezer főt ezen a városrészen. És ez valóban egy elég koncentrált városrész. A lehetőségeket megvizsgálva arra jutottunk, hogy egy nagyon szerencsés természeti adottságokkal, a palotavárosi tavakkal mindenképp kellene kezdenünk valamit. És egy olyan rekreáció, szabadidős parkot, központot szeretnénk létrehozni, amely tényleg nem csak a palotavárosiakat, hanem az egész várost ki tudná szolgálni, és forrás után nézve a top 6-3-2-15-ös kódszámú pályázat keretén belül a város elnyert közel 1 milliárd forintot arra, hogy a zöldváros kialakításának a Széchenyi 2020-as program keretén belül megvalósítsuk azokat az elképzeléseket, amiket nagy vonalakba lefektettünk. A tervezés elkezdődött, ez körülbelül 2013 környéke volt, amikor igazából túl voltunk azon a mély és nehéz időszakon. Megboldogult Égi Tamás alpolgármester úr úgy fogalmazott, hogy a szőnyegbombázás előtt voltunk, tehát amikor az előző városvezetés ránk hagyott közel 18 milliárd adósságot, akkor álmodni sem mertünk volna ilyen fejlesztési lehetőségekről. 1 milliárd forint volt az, amit nyertünk. Ebből egy 240 millió forint körüli összeg, én azt hiszem, úgy emlékszem, került Fölöreghegyre. A Túrozsáki utcában lett kialakítva egy nagyon szép szabadidőpark. És látva ennek a sikerét, mert a mai napig is rengeteg használója van ennek a dolognak, és konkrét közösségi programokat szerveznek ezekre a helyekre, reményekkel telve vágtunk bele a palotavárosi tavak fejlesztésének a terveibe, és hát eljutottunk oda, hogy bizony az az összeg, amit szerettünk volna, az kevés. Azt a pályázatot, amit elnyertünk, az 1 milliárd összeg körülit, azt visszavontuk, de pályáztunk egy nagyobb összegre, ami 1 milliárd 240 millió forint körül összeg volt, és elnyertük, és a megfogalmazott kívánalma kritériumok szerint meghirdettük közbeszerzésre, és egyébként ezt az elmúlt közgyűlésen a közgyűlés el is fogadta, meg is hirdette, illetve már a kivitelezőt is meghirdette, és ennek pillanatban arra várunk, hogy a közbeszerzési felügyelő hatóság elfogadja a szerződés tervezetet, és ez mondjuk szeptember végén, október elején aláírásra kerülhessen. Ugye tudjuk, hogy ez a városrész is dinamikusan fejlődik, lakásárak a 25 millió gyakorlatilag nem is kapni, mondanám, hogy az egekbe, és nyilván az erősödő gazdaság is a vásárlóerő magával hozza, hogy rengeteg autó van. És most kopogtatások, illetve az aláírásgyűjtés folyamán is folyamatosan látjuk, hogy egy lakásban már nem kettő, hanem 3-4 autó van, ami valahol természetesen üdítő és örömre ad okot, de máshol pedig, mondjuk a parkolóhelyek számát tekintve pedig nehézségek elé állít minket, annak dacára, hogy az én ciklusomban 268 körüli új parkoló lett átadva,
De hát természetesen szeretnénk folytatni, ahol erre lehetőség van, többek között ennél a fejlesztésnél is. A Horog utca 1-9, illetve a Kelemen Béla 8-12 az a háztömb, akinek mondjuk tényleg a szomszédságában nagyon új és korszerű parkoló kerülnek kialakításra. Picit mondjuk el a nézőknek, hogy ezt az egész programot hogyan kell elképzelni. Tehát ott a tavak környékén lesz egy szabadidő központ, ami mindenre nyújt lehetőséget. Ha jól tudom, akkor a Kressz tampájától elkezdve a fitnessparkig, a sportpályák, színpad, muszáj puskáznom, mert annyi minden fel van sorolva, hogy tényleg, tehát amit mondott is, hogy a Túrozsáki Judit szabadidőparknál ez már egy kicsit jóval többet mutat. Hogy fog ez kinézni? Picit próbáljuk meg összefoglalni, mi minden lesz, és a tavakkal mi fog történni? A déli tónál... A déli tó az az iskola felőli tó, hanem a másik. Ez a Királyok parkja, a Királyok parkjánál található tó. Ugye ott, ahogy az említettem, egy futópálya kerül kialakítására, sétánnyal együtt, illetve közvilágítási okos megoldásokkal. Ott ugye van már egy kutyafuttató, ahhoz igazából nem nyúlunk, ott akik ismerik a helyet, ők tudják, miről beszélünk. És ezen a részen kerül kialakításra az a vásár és főzőtér, ami reményei szerint majd minden évben megtelik, nem csak a halünnep kapcsán, mert ugye sok éve megrendezzük, ez volt a 7. már, ami elmúlt, és ott a rendezvénytéren azért mindig egy ilyen ad-hoc jelleggel került kialakításra. És ez a kialakítás úgymond egy kulturáltabb megoldást fog kapni, hiszen megfelelő úttal, infrastruktúrával, villannyal, vízzel el lesz látva a rendezvénytér és a főzőtér is. Majd a rendezvénytér mögött kerül kialakításra az a szabadidő park, ahol gyerekek játszhatnak és lubickolhatnak, mert én úgy emlékszem egyébként reményem szerint, hogy ez egy vízes park lesz, bár itt most a rajzon nem látom, de ugyanezen a helyszínen lesz kialakítva egy kosárlabdapálya, illetve egy műfüves focipálya. És hát hangsúlyozom, hogy a kutyasétáltatók, az egyszerű sétálók, akik nem szeretnének futni, őnekik is ki lesz alakítva az a járda, amelyen tudnak sétálni és közlekedni. A déli részen kialakításra kerül valóban egy vízes blokk. Tehát, hogy azok a vízvételi lehetőségek a főzőtérhez, illetve a rendezvényhez kapcsolódóan a higiénikus megoldásokat meg tudják oldani az odalátogatók. Úgy próbáltuk a fejlesztéseket kitalálni, előtérbe helyezni, hogy minden időben, minden szereplőnek, ha még nem is fedik egymást a térben, időben, de megfelelhessen. Tehát, hogyha mondjuk szerdán délelőtt van egy piac, akkor az piacra látogatók tudják használni ezt a vizes blokkot, viszont a szombat délután kimegy egy osztály, vagy egy kisebb dolgozói kollektíva mondjuk főzőcskézni, akkor ők is tudják használni. És nyilván ez az a fejlesztés, ami igazából mindenkinek jó, mert nap minden szakában használható. A piac, ha már szóba került, mennyire érintett ebben? Tehát ugyanott marad, ugyanígy, ahogy most van ebben a formában? Igen, így van. Annyiban fog változni, hogy egy korszerű új vandálbiztos vizes blokkok kerülnek kialakításra. Szerintem ez mindenképp hasznos lesz a piacra látogatóknak is. És úgyhogy az északi tó környékével mi fog történni? Az iskola oldalán vagy környékén ott egy szabadidőpark kerül majd kialakításra, amely megint az az eset, hogy nem csak az ott élő fogják tudni használni, hanem az iskolások is. Tehát amikor napközben úgymond mondjuk testnevelés óra van, akkor azokat a fitnessgépeket, azokat a szabadidőparkos eszközöket, amelyek lehetőséget adnak a modern és korszerű mozgásformák elsajátítására, ők ezt fogják tudni használni. A bicikli tampája is itt kerül kialakításra, és mert reményeim szerint, hogyha az iskola közelében van egy ilyen, egyébként van Palotavárosban egy ilyen tampája, csak kicsit távol az iskoláktól, és bármennyire is próbáltam civil szervezeteket, kerékpáros egyesületeket arra, mondjam azt, hogy kérni, hogy valamilyen formában töltsék meg élettel ezt a
oktatópályát, ez nem vezetett volna sikerre. Reményeim szerint majd most, hogyha közelebb vagyunk az iskolához, és hogyha egy tényleg zöldvárosról beszélünk, ahhoz hozzátartozik a környezettudatos közlekedés is, és ha ezt elég korán el tudnánk kezdeni a gyerekek esetében, mert nem csak az a lényeg, hogy tudjanak kerékpározni, hanem hogyha ők közlekednek, akkor a közlekedési viszonyrendszerből is jól eltaláljanak. Erre mind lehetőség lesz ott kipróbálni. Tehát azon túl, hogy egy rehabilitációs sportközpont lesz, tehát olyan mozgássérült egyének is fogják tudni használni, akik jelen pillanatban a városban nem találnak ilyen helyet. Kutyafuttató kerül kialakításra, és asztali teniszpálya, és aztán még sorolhatnám, és az északi részen is lesz egy olyan vizes blokk irodai épülettel, ami sikerül, vagy sikerrel kecsegtet, és reményünk szerint majd az Egyesületnek, a Horgász Egyesületnek lehetőséget ad majd ott azon a részen úgymond egy fészket rakni, és a székhelyüket megépíteni. Ha már a zöld várost említette, igen? Itt műsorunk vége felé mindenképpen egy-két mondatban. Említsük meg azt, hogy ugye a Várost Tüdeje program is valamelyest kicsúcsosodik itt a palotavárosi tavaknál. Az erdővel, ami itt a tavak mögött található, mi fog történni, és mi lesz a növényzettel? Ugye a fásítással kapcsolatban talán egy másfél hónapja tartottunk polgármester úrral egy bejárást a tavak mögött található önkormányzati területeken, ahol megállapíthattuk, hogy azok a 4 éves ültetések, amelyeket ezelőtt elkezdtünk 4 évvel, azok nagyon szépen eredményesen megeredtek, és reményt adnak arra, hogy egyébként ez a több 10 hektáros terület fákkal benépesedjen, és valóban a város tüdejét adja. Még egy rövid kérdés, mikor kezdődnek a munkálatok, és mikor a várható, hogy ez az újdonság a városban létrejön? Most ugye arra várunk, hogy a közbeszerzés felügyelő ellenőrző hatóság elengedje, illetve megállapítsa, hogy minden szabályos, és megtörténhessen a szerződés kötés. Reményeink szerint szeptember vége, október elején. De hogy miért csúsztunk úgymond ennyit, de egyébként szerintem egy ekkora beruházás, ez a 1-2 hónap, ez nem annyira vészes, különösen abban a szempontból, hogy sokan elfelejtik, hogy a palotavárosi tavak azok záportározó minősítéssel rendelkeznek. Tehát ez azt jelenti, hogy ezeket a tavakat a városban keletkező felszíni csapadék vízelvezetés felfogására és megtartására tervezték, készítették. De hogy ezt megtehessük, ahhoz ugye talán emlékszik rá, hogy egyszer beszélgettünk, hogy a Varga csatornát fel kellett újítani, ez megtörtént, akkor fel kellett újítanunk a Bátki és a Tobak utca kereszteződésében található 2-ös vízátereszt rendszert, ott egy ikresítésről volt szó, amely majd egyébként, mivel elkészült, egy nagyon komoly körforgalmat fog a felülete, körforgalom fog kialakulni, ami egyébként megint hozzá tartozik ahhoz, hogy Palotaváros közlekedési koncepciója olyan mértékben fog megváltozni, amely szerint nem az autósok fogják megengedni a gyalogosoknak, hogy átkeljenek a Kelemen Béla utcán, hanem a gyalogosok fogják szabályozni az autós forgalmat. És szerintem ez a kulcskérdés, mert ettől lesz Palotaváros valóban élhetőbb. Mert sok minden fejlesztést megtettünk, sok mindent elvégeztünk, de nyilván a terveink megvannak, közös terveink megvannak, közös jövőink elképzeltük. Egyébként szerintem olyan léptékű a dolog, hogy ha már csak itt abba hagynánk is, megköszönhetnénk a lehetőséget, hogy ezt megcsinálhattuk. És hát reményeink szerint majd mindenki megelégedésre át is tudjuk adni. Én sok sikert kívánok a munkálatokhoz. Köszönöm. Remélem, hogy hamarosan legközelebb azért ülünk itt, hogy beszámoljunk majd az elkészült fejlesztésekről. Állok elébe. Köszönöm szépen a lehetőséget. Önöknek pedig köszönjük szépen a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!